Legalább 60 választókerületben indít az ellenzéki közös jelöltek ellen saját jelöltet Szanyi Tibor mozgalma, az ISZOM. Mint mostanra kiderült, így lesz ez például a Csongrád-Csanád megyei 2. körzetben is. Híradónk kérdésére a helyi jelölt azt mondta, nem hiszi, hogy ezzel a Fidesz hatalomban tartását segítenék elő. A párt egyébként Orbán Viktor 200.000 forintos minimálbér javaslatát is megkontrázta, ők 250.000 forintos alapbérért kampányolnak. A párt eddig a pandémia miatt csak online fórumokon tudott a választókkal találkozni, most azonban Székely Sándor, a párt országgyűlési képviselője, gyalogos országjárásba kezdett, egyrészt, hogy bemutassa az igen szocializmus programjukat, másrészt, hogy aláírásokat gyűjtsenek a 250.000 forintos minimálbér bevezetése érdekében. Eddig 170.000 aláírás jött össze. Egyébként a magyar gazdaságban természetesen ez a pénz benne van. Ugye ez a pénz a munkavállalók által termelt javaknak a 16%-a, ennyit szeretnénk kiharcolni, hogy a magyarok ennyit kapjanak vissza az ő általuk megtermelt javakból, és ne a multik vigyék ki 1000 milliárd számra, ne az Orbán kormány lopja el szintén 1000 milliárd számra, ne stadionok épüljenek olyan helyekre, ahova egyáltalán nem kellnek. A Csongrád-Csanád megyei 2. számú választókerületben Dobos Lászlót indítják majd, aki elsősorban a kollégiumok bővítését és az ivóvíz gondok megoldását tűzte ki célul. Mint elmondták, nem akarnak részesei lenni az ellenzéki összefogásnak. Kérdésünkre, hogy a rájuk leadott néhány szavazat is akár a fideszes indulójavára dönthetél a versenyt, azt mondták, ezt nem gondolják. Nem hiszünk abban, hogy pont a mi külön indulásunk tartaná hatalomban a Fideszt. Az elmúlt 30 év nagy csalódásai és az átlag emberek politikában való megcsömörlése, kiábrándulása az, ami hatalomban tartja a Fideszt, mivel az ellenzéki pártok nem képesek olyan önálló, következetes programot csinálni, ami felérne egy korábbi Fidesz programmal. A mozgalom a 250.000 forintos minimálbér mellett 50.000 forintos családi pótlékot szeretne, és a havi nyugdíj összegét is 50.000 forinttal emelnék meg.